Hát akkor kérem szépen, folytassuk velem, Anettnek nagyon szépen köszönjük. Nyugodtan, Anett! Hajrá, nyugodtan, és akkor kérem szépen én is a játékot. Íme itt is van, hát mi lehet aktuális, mint a pezsgő. Szia, Anett, köszönöm szépen. 0691-2244-88, és a játék folytatódik. Maratonjáték, rengeteg pénz, rengeteg nyertes. Talán ilyen még nem is volt itt a pénzhalászban. A jósasszonyunk, Lenus, gyere egy kicsit itt már meg is van, szia. Boldog új évet, én neked is. De aranyos vagy, nagyon szépen köszönöm az összes játékossal, aki játszik és néz minket, akkor azt mindenféleképpen meg fogom osztani. Nagyon szépen köszönöm. Ezt köszönöm szépen. És nem sokára jövök. Rendben. Csünk annak, Nenus jósolni fog, ugye itt vannak a kártyák, amiket megkaptam tőle. Ja, én fogok. Ez még izgalmasabb lesz. Abból te fogsz, te angyali üzeneteket fogsz. Én viszont egy teljes 2009-es jóslást fogok végezni a következő telefonálónak. Ez igen. Hát azért ez igen kezd. Használja ki az alkalmat. Pénzt nyer, garantáltan 10.000 forint, ha megvan a különbség. Na és persze Nenus szavait is megnyerheti, aki jósolni fog önnek. No, kérem szépen, garantáltan 10.000 forint. Én is várom önt a pénzzel, és Nenus is várja. Bármikor, bármelyik pillanatban. Kevered igen? A kártyádat. Közben. Kapom itt az instrukciókat, hogy keverni kell a kártyákat. Nem értek hozzá, de az én kezem azt mondják, hogy szerencsés. Ja, igen. Így van, minden hívódnak egy darab üzenetet küldeni fogsz. Értem. És egyébként minden nézőre vonatkozik, de akinek én fogok jósolni, az csak egy szerencsés telefonáló, hiszen engem is vár a munka. Ja, értem. Tehát maga a nyertesnek fog Nenus jósolni, kérem szépen. Garantáltan 10.000 forint a nyeremény, plusz, mondom, Nenus szavai. Hát kezd izgalmas lenni a dolog, hiszen... Hallgatlak. Hiszen segíteni fogok neked jósolni. No, kérem szépen. Átmenjük az asztal túloldalára. Szép lassan. Szeretném. El ne botolj egy pillanatra. No, kérem szépen, itt is vagyunk. Önre várunk. De mind a kettem. Hogy ezt felvennéd, hogy olyan igaz... Jaj, ne. De. Semmi esetre sem. Nenus, szilveszter van az, oké, de azért, hát nem tudom, megijednek. Megijednek tőlünk. No, kérem szépen. Tehát garantáltan 10.000 forint egy különbség, és utána pedig Nenus szavai. Teljes jósás 2009-re. Bármi megtörténhet, bármikor itt lehet. Van a három telefonszám, egy nyertes, garantáltan 10.000 forint, tehát egy biztos összeg, és utána nem usza vagy. A telefonszámokat? Természetesen. 0691-2244-88-as. Így van. Aztán van egy 0900-90-20-10. És a harmadikat nem. Az 0900-550-488, én se látom. Ez már fejből megy. No, kérem szépen! Az igazság. Ne izgulj, én nem izgulj. Nézem közben a feladványatokat, és én nem... Ugye? Azért nem az... Nem olyan egyszerű. Sem. Nem olyan egyszerű. Igazából nem én sem tudom. Nem. Én is most láttam először azt az egyetlen egy képet, amit így hirtelennyiben itt kikerült mellénk a képernyőre. No, kérem szépen! Szeretném, hogyha kevernél. Ja, közben keverem. Én alkalmas vagyok arra, hogy itt segítsek neked? Közben megkérdezem. Igen, igen, és mindig jobb oldallal, jobb kézzel fogsz majd húzni a telefonálódnak. Nem szeretne senki jósoltatni? Most ebben a váratlan időpontban? Jósoljak neked? Hát várjuk meg, várjuk meg! Várjuk meg a nyertest! Ez egy nagyon különleges jóslás, ugyanis most én vagyok a te segéded, igaz? Így van, így van. És neked is lesz jó kívánságod már. És alkalmas vagyok teljes mértékben a jóslásra, Nenus szerint. Jobb és kézzel. Mindenkinek, tehát minden egyes... A merész istennőt húztad. Igen. És itt alul van az üzenete. Szeretném, hogyha elmondanád a kedves nézőknek. Hát az üzenet azt tartalmazza, hogy engedje szabadjára kalandos természetét. És vállalja a kockázatot, és nagyon fontos, hogy legyen bátor. Bátor ahhoz, hogy játszon, és elvigyen tőlem garantáltan 10.000 forintot, és ugye engedje szabadjára az akaratát arra vonatkozóan, hogy Nenus tudjon önnek segíteni, illetve hát megmondja önnek a jövőt 2009-re, higgyék el, nagyon izgalmas lesz. Halló! Jó estét! Kezi csokolom, de örülök önnek, hol van az az egyetlen egy különbség?
nem tudom. Ajajajaj, nem tudjuk, hogy hol van az, de ilyennel se találkoztam még, ne haragudjon. Viszont jósoltatni szeretne a hölgy. Én teljesen biztos vagyok benne, és már is mondom. Akkor egy gyors általános jó nagy kérdés. Kérlek szépen egy csókot, megyek tovább. Nagyon szívesen, kérdés. Nagyon szépen köszönöm. Egy kicsit gerjedünk a mikrofonok miatt. A kártya marad, vagy az? A tiéd. Az az enyém. Hú. És te jósolsz belőle. Ez igen. Megkaptam a kártyát. Köszönöm szépen, Enos. Jó napot kívánok, örülök. És akkor gyorsan, ahogy nekem azt mondták, hogy jobb kézzel húzzak egyet. Oltalmazó. Kérem szépen, te és szeretteid biztonságban vagytok, szellemi védettséget élveztek. Bejössz? Gyere! Gyere, integes! Bejössz az ölembe? Na, kérem szépen, van egy kis segítségünk is. Nos, integetünk? Nézd meg! Garantáltan 20 000 forintot kínálunk. Izgalmas, igaz? Egészítse ki a hiányzó betűket és egy közmondást kap. Izgis mi? No, hát itt nagyon sokan látnak téged, és drukkolnak. No! És segítek is, segítsünk a nézőknek. Igen, segítsünk, hagyjunk meg betűket. Mit szólsz hozzá? No, kérem szépen, meg is érkeztek a betűk, ha minden igaz. Valaki mondja valakinek, hogy valamilyen. Tudod ezt a közmondást? Nem. Nem, igaz? Jól van, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. No, anyukához vissza gyorsan. No, hát akkor már is megyünk tovább. Mondom, ezek itt a meglepetések éjszakája, köszönjük szépen, lányok, hogy itt voltatok. No, de most már ön hiányzik a játékból. Most felhívom a csatornát, nekem kell még néhány perc. Néhány másodperc. Legalább másodperceket kapjunk. Mennyi? Nem is tudom a csatorna telefonszámát. 150 000 forint, íme itt voltak a jokerek mellettem. 150 ezer forint, gratulálok! Honnan telefonált, kezit csókolom? Budapestről. Budapestről, akkor itt a közelben voltunk, jó? 150 ezer forint, már is küldöm a pénzt, nagyon köszönöm szépen, hogy velem tartottak. Mindenkinek boldog új évet kívánok, és sikerekben gazdag, tényleg 2009-es évet. Majd találkozunk, viszontlátásra, minden jót!